barátom Jézus. Kedves gyerekek, újból mesélek most nektek. Lázár feltámasztása. Én vagyok a feltámadás és az élet. János evangéliuma 11:25. Jézusnak sok barátja volt, de Mária, Márta és az ő bátyjuk Lázár különlegesen kedvesek voltak számára. Nagyon szeretette három testvérnél időzni és beszélgetni velük, mert érezte, hogy a jó Isten iránti ragaszkodásuk őszinte és szívből jövő. Egy napon Lázár nagyon beteg lett, olyannyira, hogy nem tudott az ágyból felkelni. A nővérei gondosan ápolták, mindent megtettek érte, amit csak tudtak, de ahelyett, hogy jobban lett volna, egyre rosszabbodott az állapota. Hányszor gondoltak Jézusra, ő meg tudná gyógyítani a testvérüket. Ám Lázár állapota nem javult. Úgy tűnt, hogy semmilyen gyógymód nem segít rajta. A két nővér végső kétségbeesésében mégiscsak szólt Jézusnak, üzenetet küldött, amelyben ez állt. Az, akit te szeretsz, beteg. Biztosak voltak abban, hogy ha eljut hozzá a hír, sietni fog Betániába. Ám Jézus nem indult el azonnal hozzájuk. Mester, kérdezte az egyik tanítvány, hát nem sietünk a te barátodhoz, Lázárhoz? Ez a betegség nem halálos, hanem az Isten dicsőségére való, válaszolt Jézus, és még két napig ott maradtak azon a helyen. Mária és Márta viszont folyton az utat nézték, mikor jön már Jézus, ám szüntelen csalódniuk kellett. Eközben Lázár minden igyekezetük ellenére egyre rosszabbul lett. Fájdalmuk a tetőfokára hágott, amikor megértették, hogy minden hiába, drága testvérük meghalt. A két nőtestvér csalódása leírhatatlan volt, hiszen annyira bíztak abban, hogy Jézus megmenti fivérüket. Lázár testét a kor szokása szerint gézbe csavarták, és egy hegyoldali szikla sírba temették. Két nap elteltével Jézus így szólt a tanítványokhoz. Menjünk ismét Judeába. Mester, most akartak téged ott halálra kövezni. Miért menjünk oda? Lázár, a mi barátunk, elaludt, de elmegyek, hogy felköltsem őt, válaszolta. De uram, ha ő most alszik, akkor jobban is lesz, győzködték a tanítványok. Lázár meghalt, mondta egyértelműen, de örülök, hogy nem voltam ott. Értetek, hogy higgyetek. Szomorúság, de ezzel együtt mégis valami különös várakozás kavargott bennük az út során. Amikor Betániába értek, sok ember áldogált az elhunyt házánál. Sokan szerették és tisztelték Lázárt, s most a gyászoló testvéreket jöttek vígasztalni. Valamelyikük hírül hozta, hogy Jézus közeledik tanítványaival a faluhoz. Amikor Márta meghallotta, elébe szaladt. Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg az én testvérem, zokogott keservesen. Majd erőt gyűjtve, nagy hittel folytatta. De tudom, hogy amit csak kérsz, megadja neked az Isten. Feltámad a testvéred, bátorította Jézus. De Márta csak arra a feltámadásra gondolt, amikor majd az idők végén minden jó ember, aki korábban meghalt, egyszerre nyeri vissza az életét. Én vagyok a feltámadás és az élet, válaszolta a gondolataira Jézus. Igen, én hiszem, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia, mondta már szíve teljes reménységével. Ezután Jézus magához hívatta Máriát is titokban. Ő is zokogva vetette magát Jézus lábai elé. Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. Megrendítő volt az emberek őszinte gyásza. Annyira sajnálták barátjuk elvesztését és a támasz nélkül maradt nővéreket, hogy Jézus is könnyekre fakadt. Zokogva mentek ki a már 4 napja eltemetett Lázár sírjához. A sír egy sziklába vájt üreg volt, aminek a nyílásához egy hatalmas követ görgettek. Vegyétek el a követ, szólt Jézus. Uram, most már szaga van, hiszen 4. napos, szólalt meg félénken Márta. Még mindig nem sejtették, mire készül Jézus.
Nem mondtam-e neked, ha hiszel, meglátod majd Isten dicsőségét? Nézett mélyen Márta szemébe Jézus. Vajon mi fog történni? Csak úgy hüledeztek az emberek. A sírokat nem szokták bolygatni. Kérésére mégis elgörgették a követ a sírról, Jézus pedig felemelte szemeit az égre, és így imádkozott. Atyám, hálát adok néked, hogy meghallgattál engem. Majd hangosan azt kiáltotta. Lázár, jöjj ki! Ércesen zengő hangjától mindenki összerezdült. Érezték, hogy az élet és a halál ura előtt állnak. Ha előjön az elhunyt, akkor Jézus nem lehet más, csak is az Isten fia. Megrendülten várakoztak, mi fog történni. És megtörtént. Kijött a sírból a megholt, lábain és kezein gézzel bekötözve, és az arca is le volt borítva egy kendővel. Az emberek rémülten hőköltek hátra. Oldozzátok ki őt, és hagyjátok menni, kérte Jézus. Lázár hát életre kelt. Mindenki örvendezett, s egyre csak hálálkodtak Jézusnak. Ettől fogva azok a zsidók, akik jelen voltak a sírnál, valóban elhitték, hogy ő az élő Istentől jött. Ugye most már érted, miért nem gyógyította meg Jézus azonnal Lázárt? Hisz anélkül is megtehette volna, hogy a házukba megy, mint más esetekben, igaz? De ez egy különleges alkalom volt. Jézus azt akarta, hogy a gyászolók és a kíváncsiskodók is felismerjék az Isten mindenek felett való hatalmát. Egyre többen hitték, hogy Jézus a megígért messiás, és hogy igenis, van a halálból feltámadás, és van örök élet. Szép álmokat, gyerekek, jó éjszakát!